régóta ismert fenyegetettséget okoz a DOSZ. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy ez a fajta fenyegetettség nő a világban. Mi ennek az oka? Hát a DOSZ támadás ugye szolgáltatás megtagadás jelent. Gyakorlatilag a legegyszerűbb brutál force módszerrel, úgynevezett volumetrikus támadással ledönteni egy szolgáltatást, egy szervert, és különösen a distributed, tehát amikor nagyon sok helyről érkezik támadás az adott szolgáltatás vagy szerver ellen, akkor jelent nagy veszélyt, hiszen akkor már nem egyenrangú felek egy szerverkapacitás, egy támadó kapacitással verseng, hanem gyakorlatilag egy szerverkapacitás gyakorlatilag végtelen, akár több százezer támadóval áll szemben, és így mai napig nagyon könnyű így megdönteni egy szervert, vagy leállítani a szolgáltatást. Miként lehet szolgáltatással védelmezni az ügyfelet egy ilyenfajta támadás ellen? Nyilván vannak olyan eszközök, amelyek ilyen típusú támadások kiszűrésére születtek. Az ügyfélnek van választási lehetősége, vagy ő maga vesz egy ilyen dobozt, és akkor próbálja a határainál megállítani a támadást. Ugye belátható, hogy ennek az a hátránya, hogy ugyan maga a szolgáltatás fut, de az internetes csövet azt kitölti gyakorlatilag a támadó forgalom. A mi általunk nyújtott szolgáltatással nálunk a T-Systems Magyar Telekom közös fejlesztése során, vagy beruházása során a maga a szolgáltató központból tudjuk biztosítani ezt a védelmet. Tehát az igazolt vagy jó forgalmak, az ügyféleknek az elérése, az biztosított továbbra is a cégnek, úgyhogy még a központba ki tudjuk szűrni ezeket a káros vagy támadó forgalmakat. Milyen ügyfeleknek ajánlható ez a szolgáltatás? Hát elsősorban a saját Telekomtól internetes szolgáltatás igénybe vévő ügyfeleknek. Az ügyfélkörben nyilván kiemelt szerepet kapnak a pénzintézetek, illetve olyan cégek, akiknek a napi működésük nagyon függ az internet eléréstől. Pénzintézet, biztosító, de akár egy utazásirodára is gondolhatunk, akiknek már nyilván a repülőjegyfoglás és a szállásfoglások nagy részét nem irodákban, hanem interneten keresztül végzik a felhasználók. Van neked tapasztalatok már ügyfeleknél? Igen, a szolgáltatást az előző egy évben sok ügyfélnél pilotoltuk, illetve most már éles ügyfeleink is vannak. Azt az előadásunkban elhangzott, hogy az elmúlt egy hónapban 106 ilyen jellegű támadást regisztráltunk a Telekomban. Tehát azt mondom, hogy ezek tényleg, ahogy a bevezetőben elhangzott, nagyon növekvő támadási minták. A McAfee-nek most a legújabb Q2-es biztonsági fenyegetések jelentésében is azt olvastuk, hogy az előző negyed évhez képest is 4%-kal növekedett, és a hálózatos támadások körében ott a legelső helyen van, tehát vezet a DDoS támadások. Köszönöm szépen!